szép vidéken, légy üdvözölve, szokáson, és lehetünk szerint, királynőtök, a bölcsek bölcse és királynőtök szín előtt. A mesék címe a becsületes Tolvaj Marci. Volt egyszer egy szegény asszony, és annak egy becsületes, világra való Marci nevű fia. Egyszer magához hívatta a király, és azt mondta neki, hallom, milyen édes vagy, Marci. Hát, ha olyan minden tudó vagy, bizony értésbe, lopni is tudsz, mi? Felséges királyom, felelt Marci, még soha életemben nem loptam, de azt nem is akarok. Mondja diadalmasan a király. No, most vagy tudsz azt is, vagy véged? Szánt a mező 12 béresen. Vagy ellopott tőlük a 12 ekét a 12 lábukörrel, vagy karóba húzatom a fejed? De ha megállod a próbát, tiéd a koronám, mert azt én is úgy dobtam. Megbúsulta magát a Marci, hazamért, és kérte az édesanyját, hogy szerezzen neki 12 fekete csirkét és egy fekete kuklós. Aztán kiment velük az erdőbe, amelynek a szélén szálltott a király 12 fekése. Ott eleresztette a tyúkot a csirkékkel, és elkiáltotta magát. Né, avatjuk a csirkével! Fogjátok meg, szerencsét hoz! A bélesek nyomban ott hagyták ezekét, neki mind a csirkék után. Addig Marci fogta az ökröket, és hazahajtotta az ekékkel együtt. Csak az anyát küldte fel a királyhoz, hogy ne várjon haza az ökrét. Másnap megint hívatta a király Marcit. Hallom, sikerült ellopnod az ökröket, meg az ekéket, mondta mérgesen. Most az egyszer szerencséd volt, de most a gabonát kell ellopnod a csőrömből. Ha nem lopod el holnap reggeli, karóba kerül a fejed. De ha megállom a próbát, tiéd az országban, mert azt is ugrottam. Megpróbálom, felséges királyom, felelt Marci. Király behívatta az őket, és a lelkükre kötötte, hogy nagyon vigyázzanak arra az átkozott Marcira, nehogy kifogjon rajtuk, ha oda meg csak ősség, ahol él. Meghallott ezt Marci, rögtön kisütött valamit. Csinált egy szalmaember, rátette a kalapját, és óvatosan a csőr elé állította. Aztán tüsszentett egy nagyot. Szaladnak ki az őrök, látják a felöltöztetett szalmaember. Hallja neki, csíni, búj! Úgy ellátták a baját, hogy borak nyoma sem maradt. Mentek jelenteni a királynak, hogy nem lopja már el Marci a búzát, mert agyonverték. A király nagyon boldog volt, eltette, itatta őket. Az alatt Marci ellopta a búzát. Küldte az anyját a királyhoz, az üzenettel. Megállt a próbát. A király futott a csőbe, de bizony Marci nem hagyott ott egyszer búzát sem. Másnap hívott megint Marci, és megparancsolta neki, hogy lopja el a felesége aranygyűrűjét az ujjáról. Ha megállod a próbát, tiéd a leányom, mondta. Őt ugyan nem loptam, csak nálam külön emberhez akartam feleségül adni. Marci este felé odalobozott a király hálószobájához. Egyszer csak hallja, hogy a király azt mondja a feleségének. Én most elalvás előtt kimegyek egy kicsit. Ha visszajövök szívvel, add ide a gyűrűt, mert nálam jobb helyen lesz. Kimegy a király, körülnéz, hogy nincs a közelben Marci. Addig a fiú bent elment a szobában, és elváltoztatott hangon mondja a királynak. Szívem, add ide a gyorsan a gyűrűt, mert az az átkozott Marci minden percben itt lehet. A királynő
Marty a hatal sötétben a gyűrűt. Marty meghúzódott az ajtó mögött, s amikor a király kinyitotta, kisúrott. Felszik le a király, s mondja a feleségének. Szívem, add ide a gyűrűt. Hogy adjam, mikor már odaadtam? Azt előbb kérted el? A király majd szétesett mérgében. De most már nem szólt akkor sem, amikor Marty maga ment fel a palotára a koronáért, az országért és a királyi kisasszonyért. Megölték a lakodalmat, és...